Március 20-án jár le az őstermelő igazolvány érvényesítésének határideje. Ez a dátum főként azokat érinti, akik tételes költségelszámolásként adóznak, vagy főállású őstermelők. A jogfolytonosság megőrzése miatt fontos a határidő betartása, ebben az esetben ugyanis az igazolvány visszamenőleg is érvényes január 1-jéig. Aki elmulasztja ezt a március 20-át, annak már nem lehet a költségeit, a vásárolt fóliát vagy bármilyen eszközöket elszámolni az elmúlt időszakról, illetve a folyamatossága, mint a TB járulék fizetése meg fog szakadni, az keletkezik egy olyan rés, amit más módon fog kelleni pótolni, és sok más olyan előnytől is elveszett, amikor számításba veszik azt, hogy hány éves az őstermelője és folyamatos-e. Ezt a folyamatosságot csak akkor tudja biztosítani, ha március 20-áig eljön és érvényesíti. Akik nyugdíjasok vagy munkahely mellett őstermelők, azok ráérnek, akár akkor is, amikor az árut értékesíteni akarják, mondjuk ha megy lesz a legközelebbi, vagy Szamóca, vagy akár dohány, az a dohányosok akár ősztájékán, nyár végén is ráérnek ezt érvényesíteni, mert a TB járulékot más módon rendezik. Az őstermelőknek a területileg illetékes falugazdászhoz kell elmenniük az ügyintézés miatt, amennyiben több mint 20 ezer őstermelőt érvényesítettek már. A kamaránál arra kérik azokat, akik nem főállásban végzik tevékenységüket, hogy ők csak a március 20-ai határidő lejárta után jelentkezzenek.